Sziasztok! Varga Tamás vagyok az itfrocs.hu-ról, és most a recsapta modult fogjuk telepíteni, miután telepítettük a csapta modult. Ugyanúgy fölmegyünk ugye itt a drupal.org csapta modulra. Itt ugye láthatjuk, hogy van nekünk egy ilyen recsapta pakkunk, amit hozzáadhatunk magához a csapta modulhoz. Ugye maga a recsapta az így néz ki, itt a 7-es verziót kell ugyanúgy letöltenünk. Ha megvan, akkor ezt a tárgézé csomagot én letöltöm. Ugye itt zipben is letölthetitek, attól függ, hogy melyiket részesítettek előnyben. És akkor, hogyha a letöltések mappámba bevegyek, akkor itt látható a recsapta modul. Fogom ezt is szépen kibontom ide a letöltések mappámba, akkor lesz egy recsapta könyvtára. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor átmegyünk az oldalunkra. És most itt belépünk az admin felületre. Jó, és hogyha benn vagyunk az admin felületem, akkor bemegyünk ugyanúgy szintén a modulokhoz. Csak ugye mivel még a modult nem töltöttük fel, ezt a lépést majdnem ki is hagytam. Ugye először csatlakozzunk kell FTP-n a tárhelyünkre. És ugyanúgy, mint minden modul esetében, oké, egy refresh-t. Minden modul esetében a Sites, All, Modules könyvtárba töltjük fel ezt a recsapta modult is. Jó, hogyha ezzel megvagyunk, akkor visszajövök ide. Modulok. Jó, és hogyha lejövök alulra, akkor elméletileg van itt nekem recsapta modulom, amit be is fogok kapcsolni. Azt mondom, hogy beállítások mentése. Fordítási frissítéseket le is tölti az oldal automatikusan, mivel ugye a nyelvi update modul az be van kapcsolva nálam. Ugye ennek a modulnak köszönhető, hogy le is töltötte a fordításokat. Akkor megnézzük a jogosultságokat a recsapta modulnál. Adminisztrátor állíthatja be a beállításokat. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor belemegyünk a beállításokba. És ugye van itt egy ilyen csapta feladat. Ha ide bejövünk, akkor megjelent egy ilyen recsapta. Ugye itt a képcsapta mellett itt egy recsapta megjelent. Hogyha erre rámegyünk, akkor van egy nyilvános kulcs és egy titkos kulcs. Na most a recsaptára ugye regisztrálni kell. Ez egy olyan modul, ez azért bővebb, mint a sima csapta modul, mert hogyha regisztrálunk, ennek már van egy előre feltöltött adatbázisa, ami tárol olyan bizonyos spambotokat, bizonyos botokat, ugye robotokat, amiknek az azonosítója már benne van az adatbázisukban, szóval lehet olyan dolog, hogy valaki regisztrálni akar, de ez az adatbázis már alapból el fogja távolítani. Hogyha a regisztrációra rámegyünk, akkor itt be is adja az oldalunkat. És itt már láthatjuk, hogy ő be is adta ezt a recsaptához. És azt mondja, hogy create key. Én azt mondom, hogy csinálok egy kulcsot ennek a doménynek, ugye az oldalamnak. Lett egy publikus kulcsom, és lett egy privát kulcsom. A publikus kulcsot fogom. Ugye az a nyilvános kulcs. És fogom a privát kulcsot. Az pedig a titkos kulcs. És miután ez megvan, azt mondom, hogy itt a vörös megjelenésnél van fehér, fekete üveg, tiszta egyéni. Azt mondom, hogy nekem ez így most jó, beállítások mentése. És ha visszajövök a csapta feladatokhoz, akkor azt mondom, hogy itt a recsapta modulból választok. Itt a képcsaptát átállítom recsaptára, itt is átállítom, és itt is átállítom. Nekem most mindenhol a recsapta modul jöjjön be. Azt mondom, hogy beállítások mentése. Ugye ehhez kell egy Gmail fiók is, mert ez a Google-nek az egyik ilyen összekötő rendszere. Itt tudok beállítani, hogy milyen oldalaim legyenek az adott Gmail fiókomhoz. Milyen kulcsokat kapok az adott oldalhoz. És hogyha ez megvan, akkor bejövök ide a... Ugye itt átállítottam recsaptára. Ezt azt mondom, hogy elmentem ezt a beállítást.
és ha minden igaz is kijelentkezik az oldalomról, akkor alapértelmezettem most már a recsapta modult fogja felkínálni, hogyha a kapcsolat menüpontra rájövök, akkor itt láthatjuk, hogy már ez egy recsaptánk van, ami rendelkezik már egy előre megírt adatbázissal. Ugye ezt a szöveget kell itt, ezeket a betűket kell itt kitölteni, ugye itt már van hanglejátszás is. Please type every number you hear. Spaces are not required. Hát ez most egy ilyen hangbejátszás volt, nem lehetett nagyon hallani. Van hozzá egy súgó és van hozzá egy feladatfrissítő is, hogyha másik feladványt akarunk kérni, mert nem nagyon látjuk a betűket. Úgyhogy ez lenne a recsapta modul, ami szerintem sokkal stabilabb, mint a sima csapta modul. Sokkal összetettebb is, ugye mivel egy előre feltöltött és egy folyamatosan bővített adatbázissal rendelkezik, ezért sokkal nagyobb védelmet is nyújt számunkra. Úgyhogy ennyi lett volna a recsapta modul telepítése, hogyha már csapta modullal rendelkezünk. Hopp, itt egy elérési hiba. Úgyhogy most már mindenhol a recsapta modult fogja betölteni az oldal, és kérni is fogja ezt a textet, amit ugye itt látunk fölül. Úgyhogy ez sokkal, sokkal összetettebb, nagyobb védelmet biztosít, nehezebb is beírni, de több funkció van, ami itt segít nekünk. Ennyi lett volna a recsapta modul telepítése Drupal 7-es weboldalra, Drupal 7 core verzióra. Sziasztok, Varga Tamás voltam az itfrocs.hu-ról.